Újabb képviselői fogadóra, aki kérdez, Vajnai Melinda is, aki válaszol. Galgóczi Zoltán, a 8-as választókörzet képviselője. Sok újdonsággal szolgál nekünk, az egyik egy régóta több éve húzódó ügyben látható előrelépés. Mi ez? Ez egy infrastruktúrális beruházás, amely gyakorlatilag több évtizede ígéret volt a kerület részéről, tehát már az előző önkormányzati vezetésnek is az egyik fő ígérete volt, hogy a Margó-Tivadar-Baross utca kereszteződésében, csomópontjában körforgalom létesüljön. Ezt most úgy néz ki, hogy sikerült elérni. 2013. februárjában a főváros megszavazta a költségvetését, és ebben a költségvetésben 250 millió forintot különített el erre az infrastruktúrális közlekedésfejlesztési beruházásra. Én úgy gondolom, hogy ez mindenképpen egy átütő sikernek mondható, amely nagyon sok embernek a munkája, sikere, elsősorban polgármester úré, aki ugye fővárosi képviselő is, és a hivatalban is nagyon sokan dolgoztak ezen a műszaki irodán, és talán nem szerintelenség, hogy jó magam is, mint fővárosi küldött, próbáltam az elmúlt egy évben ez ügyben is lobbizni. Ez a 250 millió forint mire lesz elég? A teljes kivitelezésre az önkormányzatnak bele kell szállnia valamilyen módon a költségekbe? Tehát gyakorlatilag ez a teljes kivitelezésre elég lesz, ez két részletben fog megvalósulni, 10 millió forintot ebben az évben a terveztetésre különítenek el és költenek el, és a beruházás megvalósítása az gyakorlatilag jövő évben fog elkezdődni és be is fog fejeződni. Tehát reményeink szerint 2014 őszére ez a beruházás átadásra fog kerülni, és így reményeink szerint egy sokkal biztonságosabb közlekedési csomópont jön létre. Itt ugye nagyon sok baleset volt az elmúlt években, tehát reméljük, hogy az autósok nagy örömére meg fog valósulni ez a beruházás. Ha annyit mondok, hogy Gálka, akkor ön hogy reagál erre? Hát akkor pironkodva reagálok erre a történetre, egy kicsit szomorúan, mert ez is egy nagyon hosszú ideje húzódó ügy. Ugye Glóriát lakótelepen található a Meccsáruház mellett egy borzasztó, rossz állapotban lévő épületről beszélünk, a volt Gálka épületéről van szó. Már 2005-ben született egy olyan önkormányzati tulajdonosi bizottsági döntés, hogy vásároljuk meg a fővárostól. Ugye az alapprobléma az, hogy ez egy közös tulajdonú ingatlan a fővárossal, és nem sikerült a mai napig ezt a problémát megoldani. Nekem is gyakorlatilag az egyik szívügyem és választási ígéretem közötti szerepelt, hogy megpróbáljuk megoldani, és most örömmel számoltok be arról, hogy éppen most tettem egy kiegészítő határozati javaslatot a március 21-i képviselőtestületi ülésen arra vonatkozóan, hogy év végéig polgármester úr folytassa le a megfelelő egyeztetéseket, tárgyalásokat a fővárosi önkormányzattal, annak érdekében, hogy ezt a borzasztó rossz állapotban lévő épületet magunkhoz válthassuk, lehetőleg nagyon minimális összegér, és utána pedig hát megpróbáljuk közcélú, közösségi célú használatba hozni, olyan állapotba hozni, hogy a közösség, az ott élők tudjanak ebből profitálni. A polgármester úr úgy fogalmazott, hogy ebben az ügyben nem biztos, hogy egy az érdeke a fővárosnak és a kerületnek. Ön mégis mit jósol, milyen végkifejlet, milyen befejezés, esetleg egy happy end? Hát én nagyon bízom benne. Én alapvetően egy optimista ember vagyok, tehát és szeretem a kihívásokat is. Tehát nyilván kell még azért tárgyalni arról, hogy ez megszülethessen, de bízom abban, hogy polgármester úrnak is a lobby ereje, illetve én is, mint fővárosi küldött, talán el tudunk annyit érni, hogy a főváros úgymond beadja a derekát, és megválthassuk ezt az épületet, és utána pedig kellőképpen felújíthassuk, mert úgy gondolom, hogy ez tényleg szégyenfoltja az ottani lakótelepnek. A nehézségek itt az árban vannak elsősorban, vagy magában a tényben, hogy odaadják-e nekünk? Nyilván az ár is egy fontos momentum ebben a történetben, akkor, hogy odaadják is nekünk, illetve itt mindenféle telekszabályozási kritériumoknak is meg kell felelni, hogyha megkapjuk, akkor mit kellene még vállalnunk, és mit nem. Tehát itt ezek a tárgyalások, de 2010 elején már úgy tudom, hogy nagyon-nagyon közel kerül
kerültek a megállapodáshoz a felek, és valami miatt ugye ez a probléma most elhúzódott, de én nagyon remélem, hogy most fel tud gyorsulni, és meg fog oldódni ez az ügy.